Minden idők legnépesebb mezőnye több mint 600 versenyző mért össze tudását a budapesti 15. IKF Kempó világbajnokságon. Négy tatamin kata, fegyveres kata, szinkron kata, önvédelen, submission, semi-kempó, knockdown, kempó kumite, full kempó és kempó MMA szabályrendszerekben versenytek egymással a résztvevő 5 kontinens legjobbjai. Magyarországot közel 140-en képviselték, és az egyéniben szerzett 62 arany, 77 ezüst és 82 bronzérem egyben az összetett pontverseny elsőségét is jelentette a házigazdák számára. Az újfehértói kempó harcművészeti ese 11 versenyzővel lépett küzdőtérre a VB-n, ők összesen 7 arany, 11 ezüst és 13 bronzéremmel járultak hozzá a sikerhez. Én rendkívül büszke vagyok személy szerint is a fiúkra. Volt szerencsém részt venni Budapesten a megnyitón, az egy nagy szabású ünnepség volt, és jó volt hallani annyiszor Újfehértónak a nevét, ahány érmet átadtak, és épp elmondtam itt a köszöntő beszédemben, hogy az elmúlt hónapban Újfehértó felkerült a világhálóra, ebből a szempontból is, és ez mindenféleképpen a város számára egy nagyon fontos előrelépés, és én abban is biztos vagyok, hogy Újfehértó jó néhány évig nem lesz gondja az utánpótlással a kempó csapatunknak. Szabó Tibor elmondta, nem csak Újfehértóról, hanem a környező településekről is érkeznek a kempó iránt érdeklődők az edzőterembe. A megyébe csak mi vagyunk kempósok, de szoktak is jelentkezni, most is vannak nem csak újfehértóiak, vannak a környező Kálmánházáról is vannak, Nyíregyházáról is vannak versenyzők, vagy ugye nem mindenki akar versenyezni, ugye van, aki csak a edzés szépségéért jön át, hogy megtanuljon ezt, azt tőlünk, és egy héten háromszoron edzés, hétfő, szerda, péntek. A világbajnokság legjobb versenyzőjének Szabó Tibor Benedeket választották meg a szakemberek. A fiatalember megvitte 3 tavaly szerzett aranyérmét, és emellett még egy bronzérem is került a nyakába. Éveken át készülünk ugye minden versenyre egyre jobban. Nagyon jól sikerült, 3 aranyéremmel és egy bronzéremmel zártam ezt a versenyt. Aranyérem semi-kempó, full kempó és submission versenyszámokban, és bronzérem önvédelem versenyszámban. Szabó Tibor Benedeken kívül az újfehértóiak közül még Fazekas Marcell, Kriston Csaba, Tóth Sándor és Papp Boris szállhatott fel a dobogó legfelső fokára. A VB-n döntés született arról is, hogy a jövő évi világbajnokságnak a spanyolországi Guadalajara ad majd otthont.